Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ismét két jóképű fiatalember csatlakozott hozzám itt a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok, tanár úr. Ilyen bevezetés után köszönöm. És Árjádás Péter külpolitikai szerkesztő kollégám, jó reggelt. Üdvözlöm a tanár urat, Eszter, téged is, a kedves nézőket is, és a kedves szavakat szintúgy. Komoly tévával folytatjuk, természetesen kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkkal. Oroszország nem zárja ki nukleáris rakéták újabb telepítését, válaszol a nagy hatótávolságú hagyományos fegyverek Németországba tervezett amerikai állomásosztatására. A Szentszéki államtitkárságot vezető Pietro Parolin bíboros Ferenc pápa képviseletében részt vesz a berdicsivi kármelita kolostor ünnepén, melynek keretében az ukrajnai egyházi és politikai vezetőkkel is találkozik. Péntektől nyilván Volodymyr Zelenszky is ott lesz. Erről is beszélgetünk majd tanár úrral, de meg természetesen mindenképpen meg fogjuk azt említeni, hogy mi is lesz Joe Biden sorsa, hiszen most, hogyha őt tudjuk, koronavírusos, és lehet, hogy az elnök jelöltségtől mégiscsak visszalép. Ifjabb Nomnici Zoltán alkotmányi jogásszal, illetve pontosabban az új titulusát, ki kell, hogy javítsam, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, elnézést kérek. Ő is itt lesz velünk majd Skype-on keresztül, vele pedig ugye az újonnan megválasztott Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyenről fogunk beszélgetni, az ő kortes beszédéről, és nyilván a csütörtöki szavazási eseményekről és az egész csütörtöki napról, úgyhogy érdemes ezt ma is minket nézni. Jöjjön most háborús összeállításunk. Az uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolni, hanem saját európai megközelítést kellene alkalmaznia. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az angliai Woodstockban az Európai Politikai Közösség negyedik csúcs találkozóján. A kormányfő kiemelte, Magyarország koncepciója eltér Brüsszel hivatalos nézeteitől, hazánk ugyanis a békés rendezésben érdekelt. Az elmúlt két és fél évben nem volt olyan magasrangú uniós politikus, aki azért utazott volna Kijevbe, hogy az orosz-ukrán konfliktus diplomáciai rendezéséről tárgyaljon, ahelyett a harcok kiszélesedéséről egyeztettek. Ezért is volt áttörés Orbán Viktor miniszterelnök július 2-ai kijevi látogatása, ami a háborúpárti politikusoknak komoly fejtörést okozott, mert a kormányfő a békekötés érdekében érkezett az ukrán fővárosba. Orbán Viktor Magyarország soros EU elnökeként Volodymyr Zelenszky államfővel tárgyalt egy mielőbbi tűzszünetről békemissziója keretében. Kijev után Peking, majd Washington következett, csütörtökön pedig az angliai Woodstock melletti Blenheim kastély, ahol Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség negyedik csúcs találkozóján vett részt. A miniszterelnök megismételte korábbi kijelentését, miszerint a háborút csak tárgyalóasztal mellett lehet lezárni. A kormányfő kitért arra is, hogy ehhez Brüsszelnek szemléletet kellene váltania. Ugye a mi koncepciónk lényege, ami eltér a hivatalos koncepciótól, hogy az Európai Uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolni, hanem egy stratégia autonómia, ugye ezt értetjük itt egyfolytában, jegyében egy saját európai megközelítés kellene. Erre nézve tettem néhány javaslatot. Hát haladok lassan, de emésztik. Remélem, hogy a következő lépésekkel előbb juthatok. Őszintén szólva elégedett lennék egy apró előrelépéssel is. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint bíztató lehet, hogy nem csak a háborúpárti brüsszeli elithez, hanem mint egy fél száz állam és kormányfőhöz tudja eljuttatni a béke üzenetét a miniszterelnök. Amit Orbán Viktor most az elmúlt két hétben csinált, az tulajdonképpen egy felderítő út, amelyen bejárta azt az irányt, amelyben elindulhatunk a béke felé, már pedig szögezzük le, hogy nem csupán Ukrajnának, de Európának is elementáris érdeke, hogy minél előbb véget érjen az öldöklés a szomszédos országunkban. A Hír Televízió londoni tudósítója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár diplomáciai dokumentumokat nem fogadnak el a résztvevők, az egyeztetéseknek ennek ellenére komoly jelentőségük van. Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján nem fogadnak el kötelező érvényű memorandumot vagy határozatokat, mégis kiváló alkalom arra, hogy mind az Európai Unión és a NATO-n belül, illetve azon kívüli európai országok is egyeztethessék álláspontjukat. Hekenász László hozzátette, novemberben Magyarországon egyeztetnek az Európai Politikai Közösség tagországainak vezetői. És akkor jönnek a legfontosabb háborús hírek az elmúlt 24 órából, Peti. Köszöntöm még egyszer, sok szeretettel a kedves nézőket. Valóban néhány pontban szeretném a legfontosabb hivatalos forrásokat összefoglalni, amik az elmúlt 24 órában láttak napvilágot, és szorosan
tartoznak az orosz-ukrán konfliktushoz. Elfoglalta az orosz hadsereg a kiadott hadijelentés szerint a Harkiv régióban lévő Vovcsanszk városában a magasházak első sorát. Ezt az orosz fegyveres erők katonapolitikai főcsoport főnökségének helyettes vezetője mondta, aki egyébként a csecsen földön felállított Ahmad különleges alakulatnak is a parancsnoka, és hozzátett, hogy folyamatosan nyomulnak erőre Vovcsanszk városában. Az orosz erők közben 6-ból 4 frontszakaszon nyomultak előre a frontvonal többi pontján az elmúlt 24 órában. Harkivot ugyanakkor nem említették, és 9 ellenrohamot vertek vissza az oroszok. A Moszkvában kiadott hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek több mint 1750 katonája esett el vagy sebesült meg az elmúlt 24 órában. A sebesülteket, a súlyos sebesülteket értjük természetesen. Az ukrán erők közben visszavonultak a Donyec megyei Urozsajne településről, ezt pedig hivatalos kijevi források erősítették meg. Az orosz hadsereg ugyanis állításuk szerint a földdel tette egyenlővé a falut, és megsemmisítette az ottani ukrán állásokat. Herszon megyében az ukrán védelmi erők a vezérkar által meghatározott állásokban vannak, a Dnyeper folyó bal partján, és folyamatosan a legfontosabb üzenetük az, amelyeket kapnak a katonák, hogy védelmi erőknek továbbra is a harci küldetéseket kell végrehajtani a Dnyeper folyónak a bal partján elsődlegesen. Az ukrán vezérkar csütörtökön arról számolt még be, hogy egy nap alatt 144 összecsapásra került sor a fronton, a Donyec megyei Toresznél pedig a legforróbb a helyzet. A kijevi vezetés legfrissebb adatai szerint az orosz hadsereg ukrajni embervesztesége a 2022. február 24-i háború kirobbanása óta megközelíti az 564 ezer főt, mint az oroszoknál, mint az ukránoknál. El kell ugyanakkor mondanunk, hogy ezek az adatok abszolút nem megbízható források, illetve inkább úgy mondom, hogy megkérdőjelezik sokan azoknak valóságtartalmát. Rendkívül fontos, az Egyesült Államok továbbra is fenntartsa Ukrajna támogatását, ami a saját biztonsága szempontjából is érdekében áll, ezt már a NATO főtitkár mondta. Ukrajna pedig 1000 tonna búzalisztet adományozott és szállított le a palesztinok számára. Ez az ukrán külügyminisztérium mondta. Ez a kérdés csak a gabona kérdés, azért is fontos, mert ezt tudjuk, az Európai Unióban egyfajta vámmentességet kapnak. Nem járnak jól az uniós tagállamok az ukrán gabona behozatalával, miközben azt ígérték, hogy a harmadik világországét fogják ellátni, de ez sem egyszerű a tengeri folyosók, vagy a fekete-tengeri hadi eseményeket nézzük. A litván parlament részéről is volt megszólás, megszavazták ugyanis a kazettás lőszerek gyártását és felhasználását tiltó nemzetközi egyezményen való kilépést. A védelmi miniszter a szavazás előtt azt hangsúlyozta, hogy az egyezménynek csak akkor van értelme és bármi nemű súlya, hogyha azt az országok betartják. A brit kormányfő után egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is felszólalt tegnap a Woodstock melletti kastélyban, amelynek láttattak előzetest egy anyagformájában, Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Azt mondta Zelenszky, az egységes európai fellépés eredményeként Vladimir Putyin orosz elnöknek nem sikerült elérnie célját, hogy Európa megosztottá váljon. És akkor egy másik hír, egy másik fontos hír, ami szintén összefügg a háborúval, az Egyesült Államok politikai megosztottságának lezárását ígérte Donald Trump a republikánus párt elnökjelölő konvencióját lezáró beszédében Milwaukee-ban. Donald Trump elfogadta a párt elnökjelöltségét, ami azt jelenti, hogy ezzel hivatalosan is teljesen nyilvánossá vált és hivatalossá jelöltsége a november 5-i elnökválasztásra. És ha Trumpról beszéltünk, akkor beszélünk Biden elnökről is, és fordulok tanár úrhoz. Először, hogyha bármi nemű kiegészíteni valójában, akkor tisztelettel kérem, nyugodtan tegye meg, amennyiben nem, vagy pedig szülje később el a mondandójába, akkor Trump után érdemes Bidenről, elnök úrról is beszélni, aki koronavírusos és minden közelgő útját lemondta. Kezdés Akrami, öreget kívánok. Nekem rendkívül érdekes volt a Biden. Egy. Elvileg koronavírusos. Na most én nem vagyok orvos, nem tudom eldönteni, de nagyon fura, hogy maszkot nem viselt utána se. Tehát valami nem stimmel. Kettő. Én úgy gondolom, az én hülye agyammal, hogy az, hogy ő bejelentették, hogy koronavírusos, egy óriási esélyt ad neki, hogy visszalépjen. Mit mondod? Ha kell, ő akkor hajlandó visszalépni, ha az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább maradjon. Ha koronavírusos, most mindegy, hogy igen vagy nem, ez egy kiváló ürügy arra, hogy visszaléptessék. Kettő. Akik a legszűkebb szövetségesei voltak, saját korábbi főnöke Obama azt kéri, hogy lépjen vissza. Mindkét ház demokrata főnöke azt kérte, kongresszus, hogy lépjen vissza, hogy ne csinálja tovább. Tehát én el tudom képzelni, hogy most közlik, hogy
fantasztikus volt, a teljesítménye jobb, mint 5 Nobel-díjas együttvéve, de hát sajnos a koronavírus miatt nem tudja a választási harcot tovább csinálni. Ebben a percben augusztusban ki lehet jelölni az új elnökjelöltet, és van rá néhány hónap, hogy a november 5-i választásig fölépítsék. Na most ettől kezdve jönnek a dilemmák. Nyilván úgy léptetik vissza Bident, hogy tökéletesen tudják, hogy ki áll mögötte. Szóba jött a alelnök, a Kamala Harris, akit már nem annyira gyűlöl az átlag amerikai, mint pár hónappal ezelőtt, de rendkívül népszerűtlen. Szóba jöhet Obama felesége. Csak a probléma az, hogy neki semmilyen pártfunkciója nincsen, és eddig mindig azt mondta, hogy elege volt abból, hogy 8 évig First Lady volt, látta ennek a pro és kontra oldalát, és nem akar elnökjelölt lenni, de szóba jött. És szóba jött valaki még a párt részéről, de bárki jön, azt ennyi idő alatt fölépíteni nem lesz egyszerű, de a lényeg az, hogy Bidennél az, hogy közölték, hogy koronavírusos, ami vagy igaz, vagy nem, egy óriási lehetőség, hogy megszabaduljanak tőle. Én néztem tegnap, hogy szállt le a repülőgépről, szörnyű volt szegény, menni nem tud. Tehát az, hogy ő még 4 évig az Egyesült Államok elnöke legyen, az katasztrófa. És talán engedje meg még egy kérdést, nem véletlen szerintem, talán összefüggés láthatnak az emberek a között, hogy múlt hét vasárnap volt egy Donald Trump ellen megjósult merénylet kísérlet, aztán néhány nappal később bejelentik hírt, hogy arra az emberről, aki nem akar soha visszalépni, és minden fórumon hangsúlyozta Biden elnök, hogy koronavírusos, hogy ön is mondta, egy remek alkalom lehet arra, hogy tényleg őt most esetleg visszaléptessék. Tökéletesen igaza van. Nekem rendkívül tetszett, néztem hajnalban, mielőtt idejöttem a republikánus kongresszust, ahol szinte mindenki egy ugyanilyen fülvédő, nem tudom mivel, tehát amit a Trump kapott, miután a merényletben a füle megsérült hordott. Tehát a Trump most olyan népszerűvé vált, még egy dolog. Trump életében én nem tudok hasonló alkalmat, amikor bejelentette, hogy ő nem a republikánus pártot akarja képviselni, az amerikai népet. És ahogy elnéztem a mostani beszédét, ő ezt komolyan is gondolta. Tehát most Trump arat. Nagyon nehéz lesz olyan demokrata jelöltet találni, Biden erre alkalmatlan, aki képes lenne arra, hogy november 5-én legyőzze, de november 5 messze van, meglátjuk. Itt mindenkiről minden nyilvánosságra fognak hozni, oldás korától kezdve, tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Idézve egyébként ezt a bizonyos a republikánus párt jelölőgyűlésen, ez volt az utolsó napja, ez a csütörtöki nap, és hajnal idő szerint 4:30-kor lépett Trump pódiumra. Beszélt a merényletről is, de azt mondta, hogy először is utoljára már nagyon fájdalmas emlék a számára. És többek között azt mondta, hogy ez a merénylet ez ráébresztette arra, hogy egy sokkal szolidabb retorikát kell alkalmaznia. Lehetségesebb, hogy ez a szolidabb retorika ez még inkább erősíti az önépszerűségét? Persze, hát gyakorlatilag egy rendkívül megosztott Egyesült Államokban állok szembe, ahol emberek fele gyűlölt Trumpot, fele imádja, emberek fele Bidenre szavaz fogcsikorgatva, a másik fele pedig azt mondja, hogy alkalmatlan. Abban a percben, ha lépni tud Trump, óriási előnye van. Másik, jelenleg Amerikában az emberek 40%-a meggyőződéses demokrata, 40%-a meggyőződéses republikánus. A harca 20%-ért folyik, mert én, mint demokrata, republikánus szavazatot nehezen kapok és fordítva. De amit most Trump csinál, az új, ez a 20% számára népszerű. Még egy, a billegő államokba fog eldőlni az elnökválasztás sorsa, most ott abszolút Trump áll győzelemre, tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon nehéz a demokraták sorsa, hogy most találjanak valakit, akit Biden helyére lehet vinni, és Bidennek el lehet mondani, hogy csodálatos volt, az elmúlt 4 éve jobb volt, mint Jézus Krisztus óta bármi, tehát ezt mind el fogják mondani, de vissza fogják léptetni. Akik most Biden támadják, hogy lépjen vissza a saját pártjából, mindegyik elmondja, hogy fantasztikus, ez nem igaz, de lépjen vissza, ez a lényeg. Várhatták esetleg a demokraták azt, és semmiképpen nem a konspirációs elmélet, de várhatták volna azt. Valóban a demokraták, hogy legyen egy merényletkísérlet mondjuk Donald Trump ellen, amire aztán utána kvázi hivatkozva elmondhatják, hogy akkor miért kell visszaléptetni majd Joe Bident, hiszen oly közel van ez a kettő időpont, ha most tényleg visszaléptetik a közeljövőben. Igen, csak a mostani az utolsó időpont, amikor a valóságban vissza lehet lépni, mindig vissza lehet valakit léptetni, de gyakorlatilag utána nincs idő és esély valakit fölépíteni. Tehát ha megnézem ma a demokrata párton belül, az egyetlen ismert a párton belül a Kamala Harris. Demokrata, de párton kívül van a Michelle Obama, de nincs más jelölt. Szokták mondani a Kennedy fiút, szegényket tökéletesen alkalmatlan, és a szavazatok 10-15%-ával számolhat, ő egész életében senki volt, abból élt, hogy apja
John Fitzgerald Kennedy öccse volt, a Bolia apját megölték 68-ban, tehát de ebből azért hosszú távon nehéz megélni, főleg mint én 60 év távlatából. Tehát nagyon nehéz ma a demokraták helyzet, hogy kit találnak, akit még föl lehet építeni. Elképzelhető az, hogy Michelle Obama végül is ő lesz az, aki befut majd a demokraták oldalán, egyszer csak úgy dönt, hogy akkor ő most beáll a demokrata pártba, és tulajdonképpen a demokrata jelöltként indul az elnökségi székért, és a demokrata párt megpróbál azokra az emberekre építeni, akik annak idején a Barack Obama féle kétciklusos elnöki időszakban nagyon-nagyon szerették Barack Obamát. Tehát egy ilyen forgatókönyv elképzelhető? Nagyon fura lesz, amit mondok. A Barack Obama nem volt egy zseniális elnök, de jó teljesítmény nyújtott. Annyi alkalmatlan amerikai elnököt láttunk az elmúlt évtizedekben. Én felsorolom, akkor néhány ember vérig sértődik. Hát a Ronald Reagannek fogalma nem volt, hogy hol van. Az idősebb Bush alkalmas volt, de megbuk egy ciklus után. Az ifjabb Bush alkalmatlan, de két ciklust van. A Clinton belebukik a hülyébb nőügyeibe. A felesége bármi áron elnök akar lenni. Tehát ha megnézem a demokraták elmúlt 30-40 évét, az mindennek nevezhető, csak sikertörténetnek nem. Michelle Obama, mindenki szerette, tisztelte. Nyilván, ha bejön, ő is abból főz, ami van neki otthon. Mi van otthon? A férje 8 éves kétciklusos elnöksége, illetve az a stábban még a férjével együtt volt. A kérdés az, hogy ezekből 8 év után mit lehet elővenni, hiszen 4 évig Trump volt az elnök, 4 évig pedig az beteg Biden volt az elnök, de nyilván ő is ebből próbál valamit csinálni. Őt viszont az amerikai társadalom tiszteli, becsüli, nő, színes bőrű, nem voltak szexbotrányai, nem voltak korrupciós botrányai, tehát idézőjelbe el lehet adni. De tanár, ott bő négy hónap igen, adott arra, hogy fölépítsék mondjuk papíron Michelle Obamát, akinek nincs is olyan jellegű politikai tapasztalata. Ellentétben mondjuk például Hillary Clintonnal, a volt First Lady-vel és a volt amerikai külügyminiszter az Obama érában, neki pedig van. Csak kérdés, mennyire akaratnak mondjuk egy újabb Clintont mondjuk a nagy politikában látni az Egyesült Államokban? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hillary Clinton elképesztő volt, szóval amit ő végig csinált, hogy elnök legyen, amit ő végig csinált, szóval én úgy éreztem, hogy az amerikai társadalom döntő része azt mondta, hogy elég volt belőle. Obama felesége soha nem csinált ilyeneket. Szóval Hillary Clinton életében rengeteg a botrány. Hát amikor ő megbukott, és a Obama lesz az elnök, akkor azt mondja, azért legyen alelnök, hogyha az Obamát megölik, akkor ő viszi tovább a politikáját. Na most ilyet valaki épp észre soha nem mond. Vérig sértődött, hogy idézőjelbe csak külügyminiszter. Külügyminiszterként elképesztő botrányai voltak, nagyon messze van, tudom, hogy a hallgatók már nem emlékeznek rá, de hát a líbiai nagykövetség ellen volt egy támadás, ahol kiderült, hogy Hillary Clinton alapvető hülyeségeket csinált, a saját magán e-mailjét használta, tehát elképesztő volt. Tehát én úgy éreztem, hogy Hillary Clinton mindent megtesz, hogy elnök legyen. Michelle Obama mindent megtesz, hogy ne legyen elnök. Na most ezt azért az amerikai társadalom tökéletesen látja. Mi az, amit nem tudunk és nem tudhatunk, mert a színfalak mögött nyilván már jó ideje megvannak azok a potenciális emberek, és most csak nevesítettünk közülük néhányat, de vannak még olyanok, akiket nem nevesítettünk, de fölépített emberek. Persze, ez az egyik. A másik azért annyit látni kell, hogy Biden mögött áll egy stáb. Ha Biden visszalép, ez a stáb bukik. Ettől kezdve vége a jövedelmének, a befolyásának, a hatalmának. Tehát nagyon komoly erők mondják a Bidennek, hogy alkalmas vagy, maradj te vagy a mi elnökünk, a nép szeret, nézd meg, ha kiállsz egy nagy gyűlésre, megtapsolnak, bármilyen hülyeséget mondasz, a nép mögötted áll, ami egyébként nem igaz, de hát ebbe érdekeltek fölépíteni. Hát a római birodalomban egy lóból lehetett szenátort csinálni, tehát nem menjünk bele, ma hetek alatt föl lehet valakit építeni. Nyilván a Trump csapat pedig tökéletesen nézi, hogy kik a szóba jöhető jelöltek, és azokat hogy lehet lejáratni. Ha már Amerikai Egyesült Államok, akkor Európai Unió, és természetesen ez a bizonyos tegnapi választás, ugye Ursula von der Leyen ismét megválasztotta az Európai Unió 401 szavazattal, tehát nagyjából olyan 40 szavazatot kapott a 360-hoz képest, ami ugye az alsó határ volt. Az Európai Unió vállalja von der Leyennel együtt Ukrajnának a támogatását. Miről is van szó pontosan, hogy ez egy hosszú távú egyezmény, vagy egy hosszú távú megállapodás, vagy egy hosszú távú ígéret Ukrajna számára, vagy miről lehet szó, és természetesen mennyire áll az Amerikai Egyesült Államok emögött? Hát, amit tetszik kérdezni, ez szörnyű nehéz, mert röviden kell megválaszolni. Mi a lényeg?
Von der Leyen nyert, hogy nyert, erre ne menjünk ki, 54%-kal nyert, ami azt jelenti, hogy Európa újra megosztott, és 46% azt mondta, hogy ő alkalmatlan. De nyert. Tehát a jövendő 5 évben vele kell számolni, valószínűleg ez sem biztos, de ez egy másik beszélgetés. Mi a második pont? Van egy Ukrajna, ahol az Egyesült Államok még Biden alatt is egyre inkább elhatárolódik, hogy elege van, ez az Ukrajna ezt a háborút az életben nem tudja megnyerni, tessék tárgyalóasztalhoz ülni Oroszországban. Mit mond Zelenszky? Retteg attól, hogy Trump bejön, mert Trump közölte, hogy ő teljesen máshogy áll ukrán konfliktushoz, egy perc alatt kiadja Zelenszkyt és elkezd tárgyalni Putyinnal. Mit mond Zelenszky, hogyha nem kap akkora amerikai támogatást, akkor is folytatja a háborút. Ne menjünk rá, lehetetlen. Ő nyugati pénz és technika nélkül órákig tud fönnmaradni. Van olyan nyugati szakértő, aki azt mondja, hogy 2 hétig, jó, mondjuk 1 hétig, de addig se tud. Mit mond von der Leyen, hogy új biztosokat nevez ki, lesz egy új lakás. Sal kapcsolatos biztos, mert annyira rossz a lakásviszony az Európai Unióban. Lesz egy új bővítési biztos, és lesz egy új védelmi biztos, akinek a feladata az európai védelmi ipar összefogása. Tessék mondani, ki ebbe a fő ellenfél? Az Egyesült Államok. Fölvállalja ezt von der Leyen, a demokraták alatt nem. A republikánusok alatt pedig a Trump azt csinál, amit akart, tehát, hogy a von der Leyen mit mond ennek, akkor nagy jelentősége nincsen. Mit mond most a von der Leyen, hogy támogatjuk Ukrajnát addig, amíg kell? Oké, meddig? Hol a határ? Hol a definíció? Az Egyesült Államok, ha Trump alatt kilép és új politikát folytat, akkor Európa nincs abban a helyzetben, hogy egyedül támogassa. Elmúlt 48 óra, mit mondott Görögország? Átadom az F-16-osokat Ukrajnának, kértem egy papír zsebkendőt, mert ez olyan szép. Mit kér cserébe? A legmodernebb amerikai F-35-osokat. Tehát látszik az megint, hogy amit mondanak és amit csinálnak, nincs összhangba. A von der Leyen fölvállalt az Zelenszky képviseletét. Én nem tudom, kifigyelte meg, megint egy sárga-kék, tehát a ukrán zászlónak megfelelő virágcsokrot kapott, gyönyörű, de ez szimbolika. A valóságban az, hogy odadok évi X10 milliárd eurót Ukrajnának, amit ellőnek, ellopnak, ez egy ideig megy, utána nem. Innen fogjuk folytatni majd, tanár úr, csak egy kis szünet következik. Most, kedves nézők, tartsanak velünk a reklámot követően is. Folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a napindító, és továbbra is itt van velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Megtörtént a fogolycsere Ukrajna és Oroszország között, az Egyesült Arab Emírségek volt a közvetítő ország. Mit lehet tudni a fogolycseréről? Kezdjük ott, hogy a háború 2 évvel ezelőtt februárban kezdődött. Rengeteg a fogoly, kb. 4-6-szor annyi ukrán fogoly van orosz kézen, mint fordítva. Most 2 jelentés jött ki, az egyik az, hogy 90, a másik, hogy 95 foglyot cseréltek. Teljesen mindegy, elképesztő mennyiségű ukrán van továbbra is orosz kézen. A másik megjegyzésem az, hogy ez jó, mert ez azt jelenti, hogy a két fél, amelyik ma már zsigerileg gyűlöli egymást, tárgyal. Harmadik, kiközvetít, megint egy olyan arab ország, amelyik a világ egyik leggazdagabb országa, és érdekelt a békébe. Nekem nagyon fura, hogy ezt senki nem mondja ki. A fogolycsere az mindig egy szimbólum annak, hogy tovább lehet lépni. Zelenszky alatt nyilván most nem lehet tovább lépni, de potenciálisan egy Trump győzelem esetén azonnal. A fogolycsere azt jelenti, hogy egy pontban legalább van enyhülés a két fél közt. Itt hallottuk a műsor elején, orosz csapatok mennek előre, igen, de nem olyan sikeresek, mint Putyin akarja. Az ukránok nem tudnak előre menni, viszont óriási emberveszteségeket szenvednek, amit Zelenszky jó szokása szerint letagad. Még egy kérdés, tanár úr, engedjen meg nekem, meg te is, Peti. Amikor volt a svájci békecsúcs találkozó, amit ugye Zelenszky kezdeményezett, azután már, ha nem is napokkal, de 1-2 héttel már meglebegtette az ukrán elnök, hogy lesz egy következő békecsúcs találkozó, konkrétan a Közel-Keleten, és arra már úgy szeretné megszervezni az országokat, hogy természetesen Oroszország is részt vegyen rajta. Ez picit egybevág ezzel a fogorcsaival, tehát tulajdonképpen a Közel-Kelet az most egy ilyen állandó közvetítő fél, és nyilván egy nagyon fontos ország olyan szempontból, hogy akár ő a békét el is indíthatja, tehát a békében egy kezdeményező fél lehet? A válasz az, hogy igen és nem. Tehát kezdjük az elején. Most ténylegesen egy kis ország közvetített. Az egész gázai háborúba, ahol a közvetítés történik, az Katár. Katárba ment el tárgyalni az amerikai, egyiptomi, szaudi, katári, izraeli hírszerzés főnöke. Nem a külügyminiszter, a titkos szolgálatok főnökei, akik a valós információkat nagyon jól ismerik. A második megjegyzésem az, hogy
valóban a svájci békecsúcson Zelenszkij bejelentett, hogy a következőre Oroszország vegyen részt. Orosz válasz az volt, hogy nem értik. Hát ők nem Zelenszkij beosztotta, ő Zelenszkij közle, hogy vegyenek részt. Ha akarnak, részt vesznek, ha akarnak, nem. Most, ahogy Zelenszkij szervezi, nem mennek el. Hova akarják tenni a következő csúcsot? Szaúd-Arábiába. Szaúd-Arábiának kiváló kapcsolata Pekinggel, Moszkvával, korábban Washingtonnal, de ez a washingtoni kapcsolat kezd lecsökkenni, mert az amerikaiak a Közép-Keleten nem rendelkeznek olyan pozíciókkal, mint rendelkeztek az elmúlt évtizedekben hagyományosan. Hihetetlen érdekes a szaudi politika. Egyszer érdemes lenne elmondani, hogy Kissinger hogy tárgyalt a szaudi vezetéssel. Elmondta a feltételeit, azok nem válaszoltak, kiment, rohantak utána, hogy elfogadjuk a feltételeket. A második világháborúban a szaudi király tárgyalt az amerikai elnökkel, Roosevelttel, mindent kifejez két mondat. Roosevelt azt mondja, mit teltek magukért, a szaudi király maga, én értem semmit, én mit teltek magáért. Kifejezi a szaudi pozíciókat. Tehát most hiába mondja Zelenszkij, hogy meghívja Moszkvát, Moszkvát abszolút nem érdekli, hogy mit mond Zelenszkij. Itt a határidő november 5, ha bejön Trump, elkezdődnek a tárgyalások, és fütyülnek arra, hogy Zelenszkij éppen hol csinálja a következő békecsúcsot. Miközben tanárról beszéltél, néhány dolgot fölírtam magamnak az elmúlt hát sok-sok hónapból. Ha mindent szem előtt tartunk, és fogoly cseréről szó volt, tehát van egyfajta kapcsolat ilyen formán, ami hál' Istennek jónak mondható Moszkva és Kijev között. Van egy olyan kapcsolat Oroszország és az Egyesült Államok között, amely ha titkos csatornán, de zajlik. Bocsánat, önnek igaza van. Ez azt jelenti, hogy a két védelmi miniszter rendszeresen tárgyal egymással úgy, hogy nem hagyják, hogy a világ különböző részei őket úgy összeugrassza, hogy ebből világháború vagy világháború közeli helyzet legyen. A bieloruszok visszakoztak a lengyel határnál. Az oroszok bejelentették, itt a bevezetőben hangzott, hogyha az USA meghatározott rakétatípusokat visz Németországba, hasonlót lépnek. Oké, mi a amerikai rakéták telepítési határideje? 2028, ez rendkívül messze van. 2028-ban Amerikában választás lesz. Ha most bejön Trump, abban a pillanatban az, hogy a Bidenék mit határoztak, ennek a világon semmi jelentősége nincs, de még egyszer a kulcs az, hogy Moszkva és Washington miben tud megállapodni, tárgyalnak pontosan azért, hogy a legrosszabbat elkerüljék. Bocsánat. Igen, és az ENSZ soros elnöke Szergej Lavrov Oroszország részéről azt mondta, hogy könnyebb volt Trumppal minden szinten tárgyalni, mint Biden elnökkel. Fogolycserét mondtam, Trump... Erre megint önnek van igaza, bocsánat, de akkor pontokba válaszol. Akkor ilyen lesz ilyen pro-kontra. Rendben. Tehát gyakorlatilag mi történik? Trump alatt rendkívül sok feszültség volt, de Trumppal lehetett tárgyalni, Bidennal nem lehetett tárgyalni. Az amerikai mai külügyminiszter rendkívül profi, járja a világot, de sehol nem ért el átütő sikert. Ha jól emlékszem, 7-szer vagy 8-szor járta végig a tavaly októberi háború óta a Közel-Kelet belső gyűrűjét, és tárgyalt ugyanazokkal az országokkal, Jordániával, Egyiptommal, Szaúd-Arábiával, Izraellel, és alkalomattán a palesztin hatósággal. Semmit nem ért el. Trump rendkívül egyszerű azt mondja, ez a helyzet és jó napot. Tehát teljesen más Trump tárgyalási stílusa, mint a mostani demokraták. De bocsánat, akkor a Carson Tucker interjút hadd hozzam föl, mert őt ott meg azt hangzott el, és Vladimir Putyin szó szerint azt mondta, hogy azért ő jobban örülnek annak, hogyha Joe Biden maradna az amerikai elnök. Persze. Egy, elég ügyes ahhoz, hogy elmondja azt, hogy mindkét félel a kapcsolatokat nyitva tartsák. Kettő, pár héttel ezelőtt a Bidennek még elvi esélye volt, hogy maradhat, most már elvi esélye és minimális van. Három, nekem meggyőződésem, hogy az amerikaiak a Trumppal kell, hogy tartsák a kapcsolatot a politika szabályai szerint. Tehát el kellett, hogy mondják, hogy igen, ez volt az elnök véleménye, de ön is tudja, mi is tudjuk, hogy a valóság az, hogy mi Trump alatt együttműködtünk, Trump járt többször Moszkvába, emlékszünk az útjaira pont. Igen, Tucker Carlson, bocsánat. Így van. Igen, és Trump elnök sikere olyan elnököt választott maga mellé, aki a billegi államokban segített a republikánusok számára megnyerni a versenyt. Akinek latinó felesége van, aki 39 éves, aki csinos, ápolt, az amerikaiak imádják ezt a típust, és aki alkalmas lehet arra, hogy későbbiekben az USA elnöke legyen. Így van. Volodymyr Zelenszkij mandátuma hivatalosan május 21-én lejárt, azóta is háború lévő ország elnökeként maradt és regnál. Az európai választásokon túl vagyunk, annak is tudjuk az eredményeit. A NATO főtitkári pozícióban tudjuk, hogy Mark Rutte volt
holland miniszterelnök fog ülni. Biden, ahogy mondta, elképzelhető valóban, hogy visszalép. Orosz sikerekről hallunk jobbára a fronton. Kevés az ember, a lőszer és mindenfajta támogatás Kijev részéről. Fejlődnek a BRICS országok, és Orbán Viktor béke missziója, ami nagyon sokan fölhördültek, pedig nem tudja békével mi a probléma. Hát sokak szerint tudjuk, a háborúpárti politikusok számára ez probléma. Mindezeket a szem előtt tartjuk. Befejeződhet, tudom, november 5 lesz a válasz, de befejeződhet idén a háború? A válasz az, hogy elvileg igen. Tehát ön azt mondta, hogy a válasz november 5 egyetértek. Ma az Európai Unió legtöbb vezetője azt mondja, hogy tértre kell kényszeríteni Oroszországot. Az én problémám az, hogy Oroszországot nem lehet térdre kényszeríteni. Egy, sokkal több a ukrán halott, kettő. Bocsánatot kérek, de hát Oroszországnak a tartalékait nem lehet összevetni az ukrán tartalékokkal. Én ötször elmondtam azt a point, hogy Kijevbe előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvába kaviár. Ez tökéletes igazság. Következő, a orosz hadsereg megy előre. Rendkívül lassan, de megy előre. Tehát amit ma az amerikai demokraták és az európai szövetségeseik mondanak, hogy addig kell támogatni Ukrajnát, amíg győz, én nem akarok erre belemenni, ennek a realitása nulla. Trump nyilván egy olyan reálpolitikus, aki azt fogja mondani, hogy ez egész egy ostobaság, tárgyaljuk meg Moszkvával a területi feltételeket, és utána Zelenszky választhat, hogy elfogadja vagy elfogadja, ez a mozgástere. Tehát én ezt látom, BRICS országok, a BRICS országoknak elege van a nyugatból, bejelentették azt, és teljesen közzétették, hogy ettől kezdve egyetlen szankciót sem fogadnak el BRICS ország ellen. Ki ellen jönnek szankciók? Oroszország, Kína. Mit jelent ez? Mindkét ország a harmadik világ támogatását tudhatja maga mögött az USA-val és Nyugat-Európával szemben. Ma az USA és Nyugat-Európa a világ legfejlettebb része, de jönnek föl az egyéb területek. Kínai GDP vagy lehagyta már az USA-t, vagy rövid időn belül brutó GDP-be lehagyja. A közel- és közép-kelet jó pár államában az egyfőre jutó GDP jóval magasabb, mint az USA-ba. Igen, a kőolaj és földgázból, de ez a lényege nem változtat. Változóban van a világ, és új világgazdasági rend van kibontakozó. De bocsánat, tanár úr, pontosan ezért. Például az úgynevezett deep state, a mély állam, vagy pedig a háttérhatalom Amerikában fogja és akarja hagyni, hogyha olyan befektetések vannak meg, amit elmondott a republikánus szenátor, mi mindent rejt Ukrajna földje, fogják hagyni, hogy akkor ez a háború esetleg idén véget érjen? Trump ezt meg tudja akadályozni? A válasz az egy picit, én máshogy látom. Mit jelent ez? Leülnek egymással tárgyalni. Elmondom a konkrét példát, Kazasztán. Bejött Tokájev, mire megkeresték az amerikaiak, hogy elnézést kérek, 37 milliárd dollárnyi befektetésünk van Kazasztánban. Tokájev, garantáljuk az amerikai befektetéseket, amerikaiak. Ettől kezdve önnek szabad keze van, pont. Ukrajna, mit fog mondani Trump? Elnézést kérek, ezek a játékszabályok. Oroszország megtarthatja a Krímet, én ezt most a józan paraszti eszemmel mondom, a négy vitatott területben javasoljuk, hogy itt legyen a határ, a fölvásárolt földek maradnak természetesen nyugati kézbe, és a bányászatnál ez az amerikai javaslat. Pont. Tehát ezekben meg lehet állapodni, ezek óriási kérdések, soha nem fognak nyilvánosságra kerülni, az fog nyilvánosságra kerülni, a két fél békét kötött, győzött a béke, éljen a világbéke, tehát olyan lózungok, amit évszázadok óta hallunk, sohasem jelentősége nem volt, soha lényegi kérdéseket nem fogják elővenni. Bocs, véget ér az első világháború. Mit mond a legismertebb francia marsal? Ez nem béke, ez 20 évre szóló fegyverszünet. De ő ismerte azokat a belső feltételeket, amit az európai átlagember nem. Ugyanez fog most történni. Ha már a Krímről beszélt, tanárul, az ideiglenesen megszállt Krímben nem maradtak orosz hadihajók, van ennek jelentősége? Persze. A Krím közel van a Fekete-tenger ukrán partjaihoz, és állandóan lőtték a ott lévő orosz hajókat, ezért a orosz hajókat visszavitték keletre, ahova már ezek a ukrán rakéták nem tudnak becsapódni, Ukrajnából lévő nyugati rakéták, hogy pontosítsunk. Itt tartunk most. A Krímről Oroszország lehet, hogy nyugat azt mondja, hogy ideiglenesen megszállt terület, soha nem fog lemondani, mert itt van az ország egyetlen melegvízi, mélytengeri nagy kikötője, Szevasztopol, ez létkérdés Oroszországnak. Nyilvánvaló, hogy a béke feltételeként ez szóba sem fog jönni, ezt Trump tökéletesen látja, Biden sajnos nem. Még egy érdekesség, és akkor november 5-e, hogyha választ pont, igen, és választó pont. Igen. Hogyha Donald Trump újrázni tud, és akkor egy ciklus kihagyása után ismét elnök lehet, igen, november 5-én, akkor november 5-én este, hogyha esetleg elnyeri az elnöki tisztséget, már aznap este beszélni fog Putyinnal, vagy legkésőbb másnap?
Ezt nem tudom megmondani, ugyanis ő január 20-ig egy amerikai állampolgár. Január 20-tól az Amerikai Egyesült Államok elnöke. De nyilván mindenki tudja, hogy november 5 és január 20 közt egy olyan átmeneti időszak van, ahol elvileg a demokraták maradnak, valószínűleg még Biden, de ebben már nem vagyok biztos, de január 20-án beiktatják az Egyesült Államok új elnökét. Tehát nyilván ő föl fogja emelni a telefont, és az összes létkérdés végtárgyalja. Bocs, mit mondott tegnap? Tájván. Ne higgyék azt, hogy nekünk Tájván védelme annyira fontos, mert a chipgyártás ott van. Igaza van, de a chipgyártás jelentős részét már átvitték az Egyesült Államokba. Tájván. Mi volt a tájváni elnök válasza? Többet hajlandók vagyunk védelemre költeni, már most vettünk különböző nyugati technikákat, és elkezdtük a saját tenger alatt járó gyártásunkat. Tehát látszik azt, hogy a Trump-féle politika mindent borít, és a világ nincs abban a helyzetben, hogy erre a politikára nemet mondjon. Szeretik vagy nem szeretik Trumpot, ez egy más kérdés. Nógrádi Györgynek most köszönjük szépen. Köszönöm. Pár perc szünetet tartunk, de tanár úr itt lesz még velünk a stúdióban, és kapcsoljuk majd ifja Blomnici Zoltánt, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatóját, ugyanis Ursula von der Leyen 5 évre ismét az Európai Bizottság elnöke lett a tegnapi szavazás alapján. Innen folytatjuk, tartsanak velünk. És folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a Napindító. Köszöntjük azon nézőinket, akik most kapcsolódnak be az adásba. És akkor érintsük még kicsit a távol-keleti térséget és a csendes óceáni térséget. Azzal kapcsolatban is megszólalt Donald Trump elnök jelölt, aki azt mondta, hogy Tájvánon a chipgyártás fontos, de az, hogy került hozzájuk, az egy másik kérdés. Szerinte Kína nem fogja megtámadni Tájván, Tájvánnak pedig a segítségre van szüksége, mondjuk katonailag, a védelem szempontjából, akkor azért keményen fizessen az Egyesült Államoknak. Ez megint Trumptól hangzott el, de érdemben befolyásolhatja a csendes óceáni térséget, ami szintén világpolitika szempontjából döntő Washington számára. Tökéletes. Néhány megjegyzés. Egy. Mi az amerikai követelés, hogy a NATO tagok a GDP-ből 2%-ot költsenek fegyverre? Nem mondják ki, de a fegyvervásárlást lehetőleg amerikai cégekkel bonyolítsák le. Kettő. A NATO 32 tagjából 9 kivételével ezt teljesítették. 3. Nagyon nehezen megy a 2% a németeknek. Nem is érik el, állandó amerikai kritikát kapnak. Mindegy, hogy demokrata vagy republikánus vonal, mindenki kritizálja őket. Német tévében néha megjelenik egy-egy volt amerikai nagykövet, a köszönjük, hogy mi vétük meg Németországot, fizessék meg. Ez egy összetett kérdés, valami van benne. Következő. Mit mondanak a lengyelek, hogy ők elérik most a GDP-ből az 5%-ot védelemre? Én erre nem akarok rátérni, szerintem ez egy túlzott valami. Több balti ország azt mondja most, hogy a védelmet föl kell vinni 2%-ról 3%-ra, ezt Európa nem tudja teljesíteni, Trump alatt sem hiszem, hogy ez előjön, a 2% igen. Ön azt mondta a távol-kelet, oké, de a távol-kelet 4 államát most bevonták a NATO tevékenységébe. A NATO most irodát nyit Svájcba. Ennek alapvető célja az én megítélésem szerint Svájc és Ausztria bevonása a NATO-ba, távol-kelet. Kikkel működik együtt USA? Mindenkivel. De melyik az a 4 ország, amelyik most kiemelt figyelmet kap? Dél-Korea, Japán, hihetetlen érdekes a japán stratégia, Ausztrália és Új-Zéland. Emellett külön figyelmet kap a Fülöp-szigetek és még néhány ország, mert a Kína elleni stratégiába be akarják őket vonni. Ezt a 4 országot meghívták most a NATO ünnepi 75. évfordulós ünnepségeire Washingtonba. Tehát Zelenszkijt úgy hívták meg, hogy ő vendég. Ő fönnült a vendégkarzaton, ahol gyönyörű volt megint zöld pólójába, tehát én csodálom őt, de ő nem vett részt, mint tag, mint tagjelölt, vagy bánom én mi. A Zelenszkij szó szerint egy szó kivételével ugyanazt kapta most, mint egy évvel Vilniuszon, szeretünk, stb., de a NATO-ban nem tudsz belépni. Tájván. Az alapvető dilemma az, hogy Tájvánt elfogadták az amerikaiak, hogy egy Kína van, ezt még a Kissingeri tárgyalásokon valakit érdekel, nézze meg Kissinger csodálatos visszaemlékezéseit, de Tájván létét fönn akarják tartani. Egy Kína van, mondják az amerikaiak, de Tájván maradjon meg. Mi a gyenge pont Kína számára? Hogy egyesült Hongkonggal a jelszó zseniális volt, egy ország, két társadalom, de nem tartották be. Ahogy Hongkongnál fölléptek, azt taszítja a Tájvánt. Ez persze Kínát sem érdekli, és a USA-t sem érdekli, de ma a tájváni társadalom nem akar egyesülni a kínai népköztársággal. Meglátjuk, hogy mi lesz. Trump kimondta, hogy fizessék meg a védelmet, Tájván közölt, hogy erre adott esetben hajlandó lesz. Mi lesz egyébként Kínával és az Egyesült Államokkal, amennyiben Donald Trump lesz az új amerikai elnök? A válasz az, hogy elkezdődnek a titkos tárgyalások.
hihetetlen érdekes lesz. Mind a két félnek elég sok minden van a tarsójában. Kínának óriási beruházásai vannak USA-ba. USA-nak óriási atomfölénye van ma még Kínával szemben. Kína mögött áll ebben a kérdésben az orosz atompotenciál, ettől kezdve egy kiegyensúlyozottságon. Tökéletesen látszik, hogy a három globális játékosból a meghatározó ma katonai szférát kivéve az USA és Kína, tehát muszáj egymással tárgyalniuk, nagyon sok kérdése. Kína eddig fütyült arra, hogy ki mit mond, sóra foglalt el a csendes óceáni lakatlan vagy alig lakott szigeteket, mindenhova azonnal katonai bázist vitt, emiatt ütközik többek közt Vietnámmal, többek közt Koreával, többek közt a Fülöp-szigetekkel, tehát el kell, hogy kezdődjenek a tárgyalások, és ez meg is fog történni. Tanár úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy ma reggel szépen. Velünk. Köszönjük szépen. És ahogy ígértem, most Dunda György következik, akit Skype-on keresztül Kárpátaljáról kapcsolunk. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Beszéltünk már a napokban arról a bizonyos felmérésről, ami az ukrán lakosságnak a megkérdezés, a ukrán lakosságnak a véleményére volt kíváncsi, és a megkérdezetteknek a 44% az már nem kér a háborúból. Mi a tapasztalatod, mennyire változott ez a szám az elmúlt időszakban? Azért közel a lakosságnak, illetve a megkérdezetteknek a feléről beszélünk. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, ez valóban így van, az egyik legismertebb ukrajnai közvéleménykutató társaság, a Razumkov Központ végezte ezt a felmérést, aminek a legfontosabb következtetése az, hogy egyre többen óhajtják a békét, egyre többen szeretnék azt, hogy ez az öldöklő pusztító háború valamilyen úton, módon befejeződjék. A megkérdezettek 44%-a válaszolta azt, hogy elérkezettnek látja az idejét, hogy Oroszországgal béketárgyalásokba bocsátkozzon Ukrajna, ugyanakkor 35% szerint még nincs itt az ideje a békekötésnek, 21% pedig nem kívánt vagy nem tudott válaszolni. Itt hozzá kell tenni, meg meglehetősen nagy szám, hogy ez a 21%, aki tartózkodott, hogy azért Ukrajnában az emberek félnek a hatalmi retorzióktól, így őszinte véleményüknek nem mindenki meri kimondani az őszinte véleményét, ezt is bele kell számítani, bele kell venni az elemzésbe. Ugyanakkor amellett, hogy 44% már szeretne békét kötni az oroszokkal, azon belül azért sokan a putyini követeléseket határozottan elutasítják. A megkérdezettek döntő többsége miközben békét szeretne, hozzáteszi, hogy békét szeretne, de úgy, hogy nem hajlandó lemondani arról a négy területről, négy megyéről, amit Putyin követel, illetve a Krimfélszigetről sem, és az ország semleges státuszát illetően pedig 22% válaszolta azt, hogy Ukrajna lehetne semleges, nem kellene belépnie a NATO-ba, viszont a délkeleti régiókban élők közül ott a megkérdezettek 40%-a hajlandó lenne lemondani a NATO tagságról, ami hát egyébként is csak egy ígéret, tegyük hozzá zárójelbe, csak hogy béke legyen Ukrajnában. A közvéleménykutatás mellett személyes véleményként, illetve tapasztalásként el kell mondanom, hogy bárkivel találkozok az utcán, kollégákkal, akár ukrán kollégákkal, barátokkal, ismerősökkel, bárkivel, bárhol, egy percen belül mindenki a háborúról beszél, valahogy úgy van ez, mint annak idején a Covid volt, bárhol kezdődött a beszélgetés, fél percen belül a háborúnál köptünk ki, most is itt van minden beszélgetés egy percen belül a háborúnál, tehát és ami közös ezekben a beszélgetésekben, mindenki azt kérdezi egymástól, mikor lesz ennek vége, mikor lehet ennek vége, tehát a fáradtság az nagyon kiütközik, és az emberek a nyugalmat, békét szeretnének, régi életüket visszakapni. Szervusz Gyuri, köszöntelek én, és igen, nyilván így van, és joggal van így, hogy békét szeretnének, és ismét nyugalmat. Ugyanakkor abba az irányba tendál ez a folyamat, és erősödhet, hiába van egy cenzúrázott média Ukrajnában, valahol talán érthető okokból, de az, hogy a nyugati fronton, illetve a keleti fronton rossz a helyzet, a nyugattól pedig nem érkezik olyan támogatás, ráadásul brutális adóemeléseket pendítettek meg. Erre hogy reagálhatnak majd az ukránok várhatóan? Igen, Ukrajnában már most is egy jelentős infláció figyelhető meg. Hetek óta egyre nagyobb tempóban értéktelenedik el a grivnya, az ukrán nemzeti fizetőeszköz. Minden korábbi történelmi negatív csúcsot megdöntött akár a dollárhoz, akár az euróhoz viszonyítva, és a folyamat jelenleg megállíthatatlannak tűnik, mert hatalmas több százmilliárd grivnyás luktátong az ukrán költségvetésben, és a nyugati támogatások mértéke is csökkenő tendencia,
tendenciát mutat, ezért a kormány kénytelen volt egy adóemelési tervet kidolgozni, ami már a parlament előtt van. Hamarosan erről döntés születhet. Ezeknek a legfontosabb pontjai, hogy a jelenlegi 1,5%-ról 5%-ra emelnék a hadiadót. Jelenleg a természetes személyek minden egyes jövedelmét terheli ez a 1,5%-os hadiadó, ami ugye 5%-os lenne a kormány tervei szerint, viszont a jogi személyekre is kivetnék ezt a hadiadót. Emellett bevezetnének egy 15%-os különadót gépjárművásárlás esetén, illetve egy 5%-os különadót ingatlan értékesítés esetén, illetve egyéb adófinomítások, adóemelések várhatóak, és szintén friss döntés, hogy szeptembertől várhatóan az üzemanyagok jövedéki adója is emelkedik. A villanyára díját megemelték, az más kérdés, hogy Kárpátalján sokszor egy nap során jó, ha 6-7 órán itt van áram, ehhez képest a korábbiakhoz képest a dupláját kell fizetni, és ezekből az adóemelésekből legalább rövid távon 140 milliárd dirhámot szerezhetne a kijevi kormány, ez olyan 3,5 milliárd dollár, és sokan hozzáteszik, hogy az idei év is nehéz, de ezt valahogy talán meg lehet oldani, viszont hogy mi lesz 2025-ben, azt jelenleg csak találgatja mindenki, nyilván a nagy politika alakulásától döntően fog függni Ukrajna pénzügyi gazdasági sorsa is. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma reggel velünk, és jó hétvégét, nyilván hétfőn majd folytatjuk. Pár perc szünetet tartunk ismét, ifjabb Lomnici Zoltán, a Szágazadvég Alapítvány tudományos igazgatója lesz Skype-on keresztül a vendégünk, és természetesen témánk az Európai Bizottság elnökének újraválasztása, a tegnapi események, tartsanak velünk. Ismét Ursula von der Leyent választották meg az Európai Bizottság elnökének. A Patrióták Európáért alelnök a döntést követően azt mondta, amit ma az újrázó elnök programbeszédében hallhattak tőle, sok jót és változást nem ígér. Sorra vonultak a szavazóurnákhoz az európai törvényhozók a Strasbourgi Európai Parlamentben csütörtökön, hogy megválasszák a következő Európai Bizottság elnökét. A titkos szavazás végeredmény értelmében Ursula von der Leyen 401 szavazata újrázást ért. Soha nem fogom hagyni, hogy társadalmaink szélsőséges polarizálódása elfogadottá váljon. Soha nem fogom elfogadni, hogy a demagógok és a szélsőségesek lerombolják az európai életmódunkat. Ma itt állok, készen állok arra, hogy vezessem a harcot a ház összes demokratikus erejével, jelentette ki az újrázó Európai Bizottság elnöke. A Patrióták Európáért első alelnöke Ursula von der Leyen beszéde után azt mondta, amit ma a programbeszédében hallottunk tőle, sok jót és változást nem ígért. Nem tesz semmit a békéért, és egyre közelebb kerül Európa egy háborús konfliktushoz. Aztán láttuk, hogy hogyan erőltette át a migrációs paktumot, ahelyett, hogy védte volna az Európai Unió külső határait. Nem védte meg a gyerekeinket, és továbbra is erőlteti a gender ideológia propagálását. A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője kiegészítve a frakció alelnökét úgy fogalmazott, Ursula von der Leyen újraválasztásával itt egy világos és egyértelmű politikai paktum született. Deutsch Tamás hozzátette, a háborúpárti európai parlamenti többség azt várta el a szavazatokért cserébe, hogy Ursula von der Leyen a lehető legélesebben támadja Orbán Viktor békemisszióját. A politikai helyzet az teljesen világos, az Európai Bizottság elnökének a személyéről történt szavazást követően. Teljesen világos, hogy mi is az a politikai térkép, amelyik a mai szavazáson kirajzolódott. Ursula von der Leyen egy politikai alkut kötött az Európai Parlament háborúpárti többségével. Ő azt tette bele ebbe a politikai megállapodásba, hogy egészen szélsőséges módon támadta meg Orbán Viktor békemisszióját, a háborúpárti többség pedig ezért a támadásért cserébe megszavazta Ursula von der Leyen elnök jelöltségét. A döntés értelmében tehát az Európai Bizottság élén újabb 5 évig Ursula von der Leyen fog állni. És ahogy ígértem, ifjabb Lomnici Zoltán,
a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója itt a vendégünk Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van velünk a műsorban. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Szerdán Ursula von der Leyen elveszítette a vakcina szerződések átláthatóságával kapcsolatos ügyet az Európai Unió legfelsőbb bíróságán. A döntés egyébként semmilyen szempontból nem befolyásolta a csütörtöki újraválasztását. Kezdjük talán ezzel a szerdai döntéssel. Miért húzódott eddig ez az ügy? Ez a vakcina szerződéses botrány, ez nem egy mostani történet. Éveken át ugye húzódott az ügy, nem tudtuk, hogy mi lesz a vége, és végül is szerdán született döntés, talán ez nem véletlen. Természetesen nem véletlen, és ahhoz, hogy a korrektség talaján maradjunk, nem is nagyon tudunk sok mindent mondani erről a döntésről. Vannak sejtéseink, hogy a luxemburgi testület miért ilyen tartalmú határozatot hozott, miért ebben az időpontban hozta nyilvánosságra, és egyáltalán meg kell nézni azt is, hogy kik indították az eljárást, hiszen nem csak európai polgárok, hanem az amerikai demokrata holdudvarhoz tartozó New York Times is megjelenik ebben a történetben. Tehát egyébként valóban, hogyha elszabadul a fantázián, csak egy kicsit, nem nagyon, akkor már elég szörnyű összeesküvés elméleteknek látszó, valójában a valósághoz közelítő vízióink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fogja az Európai Unió jelenlegi vezetését az az Amerikai Egyesült Államok és az a kormányzat, az a Biden kabinet, amely egyébként visszakanyarodott ahhoz az alapvető tézishez, hogy az Európai Unió egy amerikai projekt. És szép, fontos értékeket, eszméket rögzítettek az alapszerződésekben, az alapító dokumentumokban, a szén és acéluniótól, a montánuniótól kezdve egészen az Európai Unió megalakulásáig, illetve legutóbb a lisszaboni szerződésben. De attól még, hogy ezek az értékek, ezek a hagyományos az identitásra, illetve a kulturális sokszínűségre utaló frázisok benne vannak az elsődleges dokumentumokban, az elsődleges jogforrásokban, attól még nem lesz független és szuverén az Európai Unió. És mielőtt az érdemi része rátérnénk, egyetlen egy mondatot engedjenek meg nekem, az valahol tényleg felháborító, hogy bűnözőknek, illetve a büntetőeljárás hatája alatt állóknak, illetve büntetőeljárás által fenyegetetteknek nyújt védelmet egy Európai Uniós testület európai közpénzből. Tehát az, hogy Eva Kaili-tól kezdve Ilaria Szálisson át, vagy éppen Magyar Péter tekintetében, akiről még mindig nem tudjuk, hogy indul-e vele szemben büntetőeljárás vagy sem, de az a magatartás, amely a sajtóhírek szerint megvalósult az ő részéről, azok a gesztusok, illetve azok a típusú abúzusok, amelyekről a sajtó számot adott, minden esetre azt a látszatot keltik, hogy az európai parlamenti mentelmi jog, ez egy mencsvár olyan személyek számára, akik egyébként méltatlanok arra, hogy az európai parlamentben több évtizedes hagyománnyal, múlttal és valamiféle korábbi tekintéllyel rendelkező intézményben üljenek. Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is, Lomnici úr. Igen, ebben valószínűleg a kettős mércén túlmutat az is, hogy bizonyos embereknek nagyban lehet szabad olyanokat, amit másoknak nem, azért büntetés jár, de ha csak azt tartjuk szem előtt von der Leyen esetében, hogy genderideológiának a támogatása a háborúpárti politikusok körét bővíti ő is, ha megnézzük azt, hogy a gyermekvédelem kapcsán érdemben nem lép semmit, és továbbra is elkötelezett annak az Ukrajnának a támogatása mellett, ami alapvető dolgokat és olyan elvárásokat nem tart be. Jól működött az amerikai meg a soros féle lobby, mert végül is a szűken is ugyan, de meg tudta választani ismét őt az Európai Parlament. Köztük az a Magyar Péter, akit ön is említett, aki ismételten telefonok kapcsán jeleskedett, mert vagy szelfiket készített, és az egész ülést, az elsőt úgy ülte végig, hogy folyamatosan üzeneteket váltott, ezt még a kamerállásokból is jól lehetett látni. Itt tartunk most, ez az új Európai Parlament, ez az új Európai Bizottság újuló, megújult elnöke. Mit vár Ursula von der Leyentől ön ezek után?
Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy nagyon jól összefoglalta azokat a téziseket, amelyek jellemzik az elmúlt 5 évét, és véletlenül jellemezni fogják a következő 5 évét is az Európai Bizottság megválasztott elnökének. Külön felhívnám a figyelmet azon megjegyzésére, hogy megjelent egy markáns ellenvélemény szavazatok formájában az Európai Parlamentben, tehát ez nem volt olyan sima, mint korábban ez a megválasztás. Még akkor is, hogyha számszakilag lehet keresni fogodzókat Ursula von der Leyenék számára, de alig több, mint egy hetede az Európai Parlamentnek az a különbség, amely a két tábor között van, és nyilvánvalóan ezzel azt sem lehet állítani például, hogy a néppárt teljessége kiállna Ursula von der Leyen mellett, van egy pártfegyelem, ez alapján szavaztak, de az elkövetkező 5 évben még e tekintetben is lehetnek meglepetések. Miután valóban jól összefoglalta az agendát, én még egy dologra engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet. Jelesül az Európai Parlament alelnöki pozíciójainak, a szakbizottsági pozícióknak, ugye ez még várat magára, illetve a kvesztori pozíciónak a kiosztása kapcsán, bárhogy is alakul ez a folyamat. Az, hogy a paritásos alapú tisztségkiosztást nem tartják szem előtt, nem veszik figyelembe, nem tisztelik, ez nem tudok mást mondani, valóban afrikai, illetve közép-ázsiai diktatúrákra jellemző. Miért? Olyan még a legsötétebb, és ezt most idézőjelbe teszem, a hibrid demokrácia időszakában sem volt Magyarországon, ahogy erről beszámoltak, amikor a legsúlyosabb konfliktusok voltak a parlamenti pártok között, hogy egyébként paritásos alapon az ellenzéki pártoknak járó szakbizottsági pozíciókat, vagy egyéb tisztségeket, mondjuk alelnöki tisztséget ne kapjanak meg. Nyilvánvalóan egyfajta cordon sanitaire, ahogy ezt hívják az európai szakzsargonban, bizonyos politikai erők kapcsán lehet, akik valóban például antiszemiták, valóban például az emberi méltóságot sértik. De ezt bizony az európai patriótákról, a Patrióták Európáért frakcióról a legkevésbé sem tudják elmondani. Mindenki tudja pontosan, hogy az Európai Unióban a legbiztonságosabb például az antiszemitizmus, illetve a zsidó közösségek nyugalma szempontjából Magyarország, ehhez képest Belgiumban, Németországban folyamatosak az abúzusok, Franciaországból aliáznak Izraelbe, költöznek ki a zsidó honfitársaink. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy sokkal jobb a helyzet Magyarországon a demokrácia virágzása szempontjából, mégis ezt lépték, ez nagyon sajnálatos, és az Európai Parlament számára szégyenletes. Győri Enikő, a Fidesz EP képviselője szerint Európa gyengébb, mint 5 évvel ezelőtt, ahogy itt hallottuk egyébként az összeállításban, és Ursula von der Leyennek az elmúlt 5 éves ciklusában nem mondhatnám, hogy túl sok jó dolgot lehet felhozni. A migrációs politikáján, a vakcina botrányán, és nyilván ezen a gender idealizmuson keresztül rengeteg olyan döntés született, ami egyetlen nem Európa érdekeit tartotta szem előtt. Ugye Magyarország most a soros elnök, ezt is támadják több fronton az Európai Unióban. Konkrétan egyre több ország már Magyarország ellen szavaz azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor egy nagyon fontos békemissziót indított el. Mi lehet ennek a soros elnökségnek egyébként az elkövetkezendő fél évben, milyen jövője lehet, és ennek a békemissziónak milyen sorsa lehet, akár hogyha most az újra választott Európai Bizottsági Elnököt nézzük? Lyndon Johnson mondta azt, hogy a politika harc, és nem más eszközökkel, mint a normál küzdelmek csupán egy más terénumban, egy más területen. Itt most egy folyamatos küzdelemre lehet számítani a szuverenisták és a globalisták, Ursula von der Leyenék, illetve a patrióták között. A versenyképesség fogalma az, amely a soros elnökség, a magyar rotációs elnökség programjának egyik középponti eleme, és ezen a versenyképesség szempontjából a napokban néztem a német híradásokat, egyértelműen arról beszélnek, hogy hiába a szankciós politika, az orosz gazdaság szárnyal. Az amerikai gazdaság viszonylag jól teljesít, a kínai gazdaság szárnyal, az Európai Unió egészében is és tagállamokra bontva is pedig döcög. Egyébként Magyarország ilyen szempontból a
a felső egyharmadba tartozik, illetve fog tartozni rövid időn belül. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy kudarcos a gazdaságpolitika, és hogyha a gazdasága egy térségnek az bukásra van ítélve, hogyha folyamatosan gyengül, hogyha például a zöld megállapodással, a Green Deal-lel szétverik például a német autóipart, akkor ennek az az egyértelmű következménye elemzők szerint, hogy a felelősöket nem csak a nemzetállami szinten, tehát nem csak a német kormány szintjén kell keresni, hanem bizony az Európai Unió vezetésében. Bár az alapszerződések nem ezt rögzítik, mégis egyfajta kormányként működik az Európai Bizottság, tehát a hibákért, a kudarcokért a kvázi kormány vezetője Ursula von der Leyen a felelős. Ahogy egy beszédben az Európai Parlamentben elhangzott, és amiket önök is felsoroltak, azokért nem újraválasztást kellett volna, hogy kapjon, hanem börtönbüntetést. Na de hát ez az, amit az elején is megpendítettem, jelesül, hogy egyfajta mencsvár kezd lenni az Európai Parlament, ami mondjuk így, hogy finoman nem összeegyeztethető az alapszerződésekben lefektetett intézményi céllal, amelyre létrehozták a testületet. Ifjabb Luminczi Zoltánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és természetesen reméljük, hogy jövő héten majd folytathatjuk, hiszen lesz még miről beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm. Pár perc szünetet tartunk, de ahogy már egész héten beszélgettünk, befejeződött, legalábbis már befutott a győztes az 56. kékszalag vitorlásversenyén. A Józsa Márton kormányozta a MLS 50-50, 12 óra 24 perces idővel befutott, tegnap este 9 körül én magam is követtem élőben. Tulajdonképpen a célba jutásokat nagyon szoros verseny volt, erről is lesz szó a szünet után, úgyhogy tartsanak velünk.